Üdvözlöm a szubjektív nézőit. Vendégem Kovács Tamás, szabadkai színész, aki jelenleg Budapesten él és dolgozik, és az Éger című magyar krimi premier vetítésére érkezett most Szabadkára. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz! No hát, megtalált téged a filmes szakma már több évvel ezelőtt, de azt gondolom, hogy egy filmes premier és egy színházi bemutató között zongorázni lehet a különbséget. Mennyire van igazam? Maximálisan igazad van. Hogy az embernek színházban van premierje, az egy teljesen másik idegállapot. Arról nem is beszélve, hogy ezt megelőzi egy főpróba hét, ahol általában az ember csak azzal tud foglalkozni, semmi mással, és benne van egy folyamatban, aztán, hogyha minden jól alakul, akkor a premiéren robban a színész és az előadás is. És akkor ez egy arra kondicionálja magát, hogy a bemutatón legyen a legjobb. Míg amikor az embernek egy filmes premierje van, azt általában a forgatás után egy-másfél évvel történik. Tehát nagyon érdekes, hogy van egy bemutató, akkor... Hú, akkor szinte már idegenként nézett magad a vásznon, nem? Igen. Tehát nagyon érdekes, hogy eltelik egy-másfél év, és aztán például bejövök egy ilyen beszélgetése, és kell róla beszélni, akkor olyan távolinak tűnik sokszor az emlék, az a forgatás. És akkor mi tartja benned élve gyakorlatilag, vagy élőként ezt az adott filmet és az adott karaktert, vagy csak az ilyen beszélgetésekkor jön igazából vissza emlékezetbe, és akkor az érzelmi töltete is? Az igazság, hogy az Éger az egy különleges film ilyen szempontból, mert egy nagyon nehéz műfajú film, alkotóként, színészként nehéz volt benne részt venni. Nem tudom, beszélhetek akkor róla? Hogyne. Én csak annyit tudok, hogy rapid munka volt, 19 nap alatt forgattátok, egy low budget, tehát nagyon kevés költségvetésből, hosszú monológok, és remek színészeket válogattak. Igen. No, ide kerültél be te, tehát igen, ennyit igen. Tudok így nagyon dióhéjban a filmről, igen. Mert hogy ugye most lesz a premier vetítése. Igen, Levente felhívott engem, én őt nem ismertem korábban, hogy van egy film, amit ő a Covid alatt írt meg, és hogy elküldeni a forgatókönyvet. Én elolvastam, és egyszerűen padlót fogtam, mert a könyv az kiváló volt, úgy, ahogy is kérdeztem is tőle, hogy mondd, ezt egyedül írtad meg, azt mondja, hogy persze, hát ennyire hihetetlen. Iszonyatos húzása volt is dinamikája az egésznek. Én egy kulcs mellékszereplőt játszom benne, és elmondok én is egy monológot, ami 15-6-7 perces, nem az egészen. Hosszú. Nem, ez nagyon hosszú. Nagyon hosszú. És csak visszatérve, ugye kérdezted, hogy ilyenkor az emberben mennyire él még ez a karakter. Az igazság, hogy én ezzel a monológgal álmodtam nagyon-nagyon sokáig, és hát most már másfél éve, hogy forgattuk, de még mai napig el tudom szerintem mondani. Jó, mi volt ebben a nehéz? Mert azt gondolom, hogy nem egyértelműen a szövegjegyzés, mert az úgy megy egy egész estés színdarabba is akár. Tehát mi volt, mi ennek a monológnak a nehézsége? Egyrészt nagyon hosszú volt, tehát az, igen, persze igen, meg lehet, bármennyi szöveget meg lehet tanulni, de ez különösen hosszú volt, és itt nem lehetett bakizni, meg hát nagyon, nagyon érzik egy most ennyit elárulok, egy szuper közeliből indul a kamera, és aztán végig egyre nagyobb képet kapunk. Szóval iszonyatos koncentráció kellett hozzá. Itt nem lehetett bakizni egy picit se. Ugye egy picit összeakad az embernek a nyelve a színpadon, nem tudom, az még úgy bele-bele fér. És az igazság, hogy nekem nem volt partnerem, olyan értelemben nem volt partnerem, hogy a rendező volt, és volt ott is a stáb, és tulajdonképpen én ezt a monológot, ezt valakiknek mondom, de hát ők nyilván nem voltak ott az éjszaka közepén a forgatáson. Igazából ez nem volt... Hiányzott ez egy nejövő energia, amit megszoktál egyébként nézőtéről, vagy amikor ott a stáb is, és kapod vissza az energiát? Ez jó kérdés nagyon, mert nagyon sokat tud adni egy partner, hogyha belenéz az ember a szemébe. Ugyanakkor hát most nem akarom lelőni, de Leventével mi olyan sokat dolgoztunk ezen a monológon, nagyon sok próba előzte meg, ami szerintem rendkívül fontos volt és nagyon hasznos, hogy egy idő után már azt éreztem, hogy nem baj, hogy nincsenek ott a partnerek. Szóval ez egy nagyon intenzív próba folyamat előzte meg tulajdonképpen, nagyon sokat beszélgettünk róla, és
Levente nagyon vevő volt arra, hogyha nekem voltak különböző ötleteim, javaslataim, akár szövegbeni változtatások, bár abban nagyon kevés volt, de alapvetően ugye, hogy legyen egy húzás, egy dinamikája ennek a monológnak. Azért 18 percig hallgatni azt, hogy valaki beszél, csak úgy, és igazából nem történik semmi, hanem a nézőben kell, hogy lejátszódjanak ezek a folyamatok. Ez vagy tehát, nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. Ezt gondolom én is. Igen. Igen. És nagyon meg volt a mijedve az a helyzet, hogy én többször volt ott a telefon a kezemben, hogy én most felhívom Leventit, és megmondom neki, hogy én ezt visszaadom, és én erre képtelen vagyok, ezt nem fogom tudni megcsinálni. Ez nagyon érdekes volt, mert amikor ezt elmondtam neki, mi egyébként nagyon jó barátok lettünk, azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk az nem csak szakmai, hanem valóban mi nagyon jó barátok lettünk a forgatást követően. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, és tényleg jobban vagyunk. És akkor már ezt neki legelőször mondtam, hogy figyelj, azért azt tudod, hogy ez nagyon pengélyen táncolt, hogy én ezt lemondjam ezt az egészet. És nem is értette, hogy miért, hát neked van tapasztalatod, és olyan magabiztos voltál, és így tovább. Én örülök, hogyha ezt látta, és végül is azt gondolom, hogy a végeredmény az jó lett. Habár ugye sokszor felteszik ezt a kérdést, nem tudom, fel akartad tenni nekem, hogy szeretem-e magamat visszanézni. Általában a színészek nem szeretik. És itt nem is szokták egyébként. Hát, hogyha színházról van szó, akkor meg nem. Tehát a filmben meg kénytelenek, gondolom. Hát ott azért nincs sok választásod. Igen. De hát például a forgatás alatt akkor sem, egy-egy ték ja, után. Értem. Meg akkor, alapvetően, de arról is beszélek, hogy van egy bemutatója a filmnek, vagy sorozatnak, vagy van, akkor is az ember úgy nézi magát, és olyan furcsa. Meg nem is tudom, hogy kritikus vagyok én is, de szerintem minden kolléga saját magával szemben. És itt is van olyan az Éger című film kapcsán, amit azt gondolom, hogy hát ezt máshogy lehetett volna, itt még egy picit alakíthatnék rajta, és hogy lehet, hogy itt máshogy kéne, de alapvetően az, amit elhatároztunk Leventével, az én azt gondolom, hogy sikerült. Úgyhogy alapvetően én büszke vagyok erre a filmre. És ez nem volt elég, mert Karcsi azt se tudja, hogy jussunk hozzá a felvételekhez. Mert amikor ide kijöttünk a... Mit is mondtál, hogy mi volt itt? Itt nőttetek föl, nem? Focipálya? Hát itt már nagyon tudni, hogy nincs focipálya. És az is nagyon tudni, Karcsi, hogy szar munkát végeztél a haverom megölésével, mert kibaszottul él! És arra nem volt, hogy baszd meg az eszed, hogy átnézd a zsebeit, mielőtt beteszed abba a kibaszott csomagtartóba, hogy van-e nálam az meg valami, amit fegyverként használhat. Mikor kijöttük ide az ég faszára, én próbáltam minden egyes kis kanyart megjegyezni, hogy majd a leges legutolsó esetben ide tudjam vezényelni a rendőröket, és megmondhassam neki, hogy az én szexuálisan abuzáló főnököm még mi mindenre vet rá. Egyébként mikor tudod azt pontosan megállapítani, vagy megérezni, hogy mikor vagy jó? Amikor elég? Hogy ez? Ez nagyon érdekes, amit kérdezem, mert van olyan is, amikor az ember azt érzi belül, hogy na ez jó, itt most valamit nagyon elkapott, és kívülről egyáltalán nem az látszik. És olyan is van, amikor azt gondolja az ember, hogy hát ez biztos, hogy katasztrofális, amit most csinál, és közben meg azt mondják, hogy ez a... Na jó, akkor mikor derül ki? Hát most filmről beszélünk, vagy színházról? Is. Színházban nekem többször volt olyan, hogy azt éreztem, hogy ez teljesen egy méterrel mellette vagyok, és hogy kívül vagyok az előadáson, és pont nézte a rendező, és aztán volt megbeszélés, és mondta, hogy hát ez nagyon jó, hogy fantasztikus, és hogy csomó új dolgot beletettem, és hogy ez az irány. És hát nagyon nevettem aztán magamba, hogy mondtam is a kollégáknak, hogy figyeljetek, hát én annyira kívül voltam, és mondták, hogy pedig ez nagyon, nagyon jók voltak ezek az apró változtatások. Nyilván, szóval igen. Szóval ez azt is jelenti egyébként, Tamás, hogy a színész önmaga nem tudja magát megítélni. És nem is dolga. De. Dolga? De, abszolút. Azért kell, hogy legyen az embernek egy monitorja, egy belső hang, vagy valami ilyen, ami egyszerűen, tehát hogy egy belső mérő óra, vagy egy mérleg, ahol, tehát ezt ismernie kell az embernek saját magát, a testét, az arcát, a hangját, hogy mit jelent a színpadon, de jó, de a filmen. Ha ekkor eltévedhet, már pedig nem csak te gondolod, hogyne, hanem akárki hogyne, más is hogyne, közületek, hogyne. Akkor mennyire releváns ez a mérce? Igen. Olyankor például az említett eset kapcsán, hogy volt egy előadás, ahol én azt éreztem, hogy teljesen kívül vagyok, és mégis működtek azok a dolgok,
olyankor érdemes elgondolkodni azon, hogy mi történt az ember, hogy fáradt volt, nem volt jó napja, egyszerűen nem tudott koncentrálni annyira, és lehet, hogy ezáltal én ezt fejtettem meg magamban legalábbis, hogy egyszerűen nem tettem rá többet, csak éppen annyi, amennyit kellett. Szóval volt valami lazaság, valami, nem is tudom, nyerses, valami görcsöktől, szorongástól mentes. Emlékszem arra, hogy kimentem a színpadra, elmondtam az első mondataimat, meg volt az első két jelenet, és azt éreztem, hogy hát akkor sajnos egy ilyen este, és ez most nem fog összejönni. És pont ettől így utólag visszagondolom, volt bennem valami lazaság, hogy hát jó, oké, akkor ezt most eldobom, bár nem szoktam, nem ilyen vagyok, nagyon igyekszem törekedni a legjobbra, és én nagyon szorgalmas és alázatos vagyok, én ezt gondolom magamról. Szóval jött ezzel a valami könnyedség, valami lazaság, és azt gondolom, ez elengedhetetlen. Én hajlamos vagyok a göcsösségre, a szorongásra. Szóval. Színészként kinek vagy inkább kiszolgáltatott, a filmes rendezőnek, vagy a színházi rendezőnek? Munkafolyamatot értem ez alatt főként, nyilván embere válogatja, rendezője válogatja, de alapvetően a munkafolyamatra gondolok itt. Ahogy mondtad, az embere válogatja, rendezője válogatja, és műfaja válogatja, és produkciója. Szóval nem lehet egy filmet, forgatást és egy színházi bemutatót, produkciót sem összehasonlítani. Mindig a nulláról kell kezdeni, és ott az olvasópróba, például a színházban, és aztán a rendelkező próba, vagy az első próbák, és mindig az jut eszembe, hogy most állok először színpadon, és azt se tudom, hogy most ezen mit kezdjek, és hogy legyen. Szóval ez nagyon érdekes, hogy hiába van az embernek valamennyi tapasztalata, nekem nincs sok még egyelőre, de mindig előről kell kezdeni, és mindig minden próba folyamat új és más, és szerintem alapvetően akkor jár jól az ember, hogyha megpróbál mindig valami újat, vagy valami más csinálni magához képest. Tehát vannak az embernek eszközei, tudja, hogy mi az, ami működik, és ne csak vegyük elő a fiókból, ami már hatni fog, működik, jól áll, hanem esetleg keresgélni valamit, ami számomra is új, ami nem megszokott, amit még nem csináltam. Jó, hát nyilván így még mindig a pályád elején, vagy nem tudom, hogy egy színész meddig van a pálya elején, 30-35-40 éves koráig, vagy ez, van, aki 50 éves korába kerül a pályája elejére egy bizonyos műfajba, tehát ugye ezt nagyon nehéz így mondani, de hogy nyilván néhány év van mögötte, tehát nem évtizedekről beszélünk, és ilyenkor még a kutatás, a keresgélés, a frissesség gondolom alap. Tehát az, hogy te magad is megismerd magad helyzetekbe, és elmenj a falig, vagy még azon túl is, hát enélkül gondolom kár is elkezdeni, nem is lehet, tehát ez az égés nélkül. Igen, és én azt gondolom, hogy ez a kutatás, ahogy te is nagyon pontosan fogalmaztál, meg ez a frissesség, ez azt gondolom, hogy akkor jár jól egy színész, legalábbis ezt látom, vagy nekem azok a színészek a példaképeim, akik azokra nézek föl, akik 40-50 éve a pályán vannak, és még mindig olyan frissességgel, üdességgel, ilyen lendülettel tudnak hozzáállni egy-egy próba folyamathoz is. És nincsenek kiégve, megkeseredve, megsavanyodva, hanem egyszerűen van bennük velük valami gyermeki dolog, és alig várják ezt, és játéknak fogják föl. Halálosan komoly játék, de játék. Hát édesapáddal beszélgettem, ugyanezt mondta egyébként, hát ő pedig nem fiatal és nem kezdőszínész, hogy a mai napig ez benne van, és a megfelelési vágy is benne van újra, és ez kiolthatatlan. Szoktatok szakmázni? Szoktunk, igen. Kovács Frigyes az édesapád, mondom a nézőknek. Igen, szoktunk. Kíváncsi vagyok általában az egész családomnak a véleményére, amikor megnézik egy-egy előadásomat, vagy produkciót, és természetesen van olyan, hogy nem értünk egyet, amivel azt gondolom, hogy te egyáltalán nincs gond. Én adok az ő véleményükre abszolút. Te most hol vagy egyébként, a Vörös Marti Színházban? Igen, Székesfehérváron játszom, a Vörös Marti Színházban, ott vagyok szerződtetett tag. De emellett még játszom a Budapesti Nemzeti Színházban és a Játékszínben is. A Katona Színház, ahol gyakornokként, gyakornoki színész voltál, mekkora alapot adott, gondolom, nem kicsit? Nagyon jó volt. Emlékszem arra, hogy Zsámbéki Gábor volt az én osztályfőnököm, az egyik osztályfőnököm, és a mesterem. Ő rendezte a Minden jó, ha vége jó című előadást. Én akkor harmadéves voltam, és ott voltunk az osztályból benne öten. Nem volt természetesen nagy szerepünk, egy ilyen cirkuszi millióban játszódott az egész, végig színen voltunk, és arra emlékszem, hogy a nyilvános főpróba előtt Kovács Lehellel álltam a takarásba, ő is vajdasági származású,
És azt láttam, hogy jönnek be az emberek, jönnek be, és hogy hát itt ennyien van. És Lehel ott, emlékszem, ott ásítozott, ott próbált koncentrálni, volt a főszereplő. Én meg elképesztően ideges voltam, és arra emlékszem, hogy hát jó, hát ott próbáltunk azon a színpadon, de amikor bejött 400 ember, az teljesen más hangulata volt. Úgyhogy nagyon jó alapot adott, én nagyon örülök, hogy ott kezdtem tulajdonképpen a pályámat, vagy hát ott voltam gyakorlaton. Nagyon jó volt megnézni, vagy látni azokat a kollégákat, ezeket a nagy színészeket, hogy ők hogyan próbálnak, hogyan működnek együtt. És Zsámbéki Gáborral egy színházban dolgozni, nem csak az egyetemen, az is egy abszolút nagy élmény volt. Nagyon foglalkoztatott vagy színház és filmes szakmát is illetően, és azt mondod, hogy folyamatosan ideges vagy, vagy hogy nagyon, nagyon sokszor és nagyon sok helyzetben. Hogy ez nálad alap karakter tulajdonság, vagy múlik ez valamikor, vagy ebből éppen építkezel, energiát ad? Nyilván az is fontos, hogy az ember milyen paszban van, milyen életszakaszban van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtem ilyen téren, vagy próbáltam magamat nevelni, hogy legyek egyen lazább a próbákon, egy ilyen beszélgetés kapcsán is. Szerintem jó felé haladok. A Szabadkaiként oda kerültél Pestre, akadémiára felvettek, és már ez egy hatalmas siker, aztán meg egy ilyen rakétapályát indítottál. Gyakorlatilag a szabadkai, hát mondjam, provinciális lét, amit itt megszoktunk, vagy ami beéltél te is nagyon sok ideig, évekig, középiskolásként és előtte is, mekkora teret engedett neked, hogy felszabadulj, mennyire tudtad elengedni magad, mennyire érzed a helyeden magad, mennyire mersz hátradőlni a nagy pösti színész társadalomba és rendező társadalomban? Az az igazság, hogy az egyetem elején egy picit hátránynak éreztem azt, hogy én vajdasági vagyok, de aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem hátrány, hanem hatalmas előny. Miben? Tehát sokkal többet hozok itthonról, csupán azért, mert vajdasági vagyok, és egyszerűen más ingerek értek, mint azok az emberek, azok az osztálytársaim, vagy a kollégák, akik ott nőttek fel. Szóval ez egyáltalán nem hátrány, hanem nagyon sok dolgot kap az ember, úgyhogy én nagyon hálás vagyok annak, hogy én itt nőhettem föl. Uh-huh. Színészként az egyik fő dolgotok, hogy hassatok, hatást érjetek el. Ezt a magánéletbe gyakorlod? Érdekes kérdés. Talán igen. Hát, hogyha van olyan helyzet, ahol nem tudom, ki kell magamat vágni, vagy ér egy váratlan helyzet, akkor gyakran szinte automatikusan vagy ösztönösen bekapcsol ez a színészi létem. De alapvetően ez nem is lét, pont azon gondolkodtam valamelyik nap, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy az ember kikapcsolja magát, meg bekapcsolja, hanem egy folyamatos monitorozás van, folyamatos érzékelés, rezgés, tehát, hogy valahogy a színész az folyamatosan monitorozza magát, a környezetét, és mindenre vibrál, mindenre rezonál. És ezt nem lehet, és nem is kell kikapcsolni. Egy sportember, ez teljesen más. Milyen, mikor fociztál utoljára? Nem annyira régen fociztam, néhány nappal ezelőtt, és mert ugye volt a másik opció, ugye? Igen, és nagyon szerettem focizni, azóta is nagyon szeretek. Néha, amikor vége van egy meccsnek, vagy egy focizásnak, akkor elgondolkodom rajta, hogy lehet, hogy én ezt elrontottam, ezt az egészet, és nekem mégiscsak fociznom kellett volna, mert valószínűleg nem voltam annyira jó, úgyhogy valószínűleg ilyen értemben nem rontottam el, csak ugye az ember egyrészt eljátszik a gondolattal, meg annyira feltölt a focizás, a sport, hogy nem tudom, olyan állapotba tud az ember kerülni, miközben focizik, legalábbis én, meg utána is, még napokig. Nagyon kikapcsol és feltölt, és egy másik állapotba kerül, ami nagyon izgalmas és nagyon hiányzik is. Hát ezt lehet gyakrabban is csinálni, nem? Hogyha az embernek az ideje engedi, akkor igen. Szerintem Kovács Tamás ne nagyon gondolkozz ezzel, jó? hogy elrontottad de, mert azt gondolom, hogy az eredmények magukról beszélnek. Kíváncsian állunk a film elé.
és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.